Szeretettel köszöntök mindenki, aki eljött erre a nagyon speciális megnyitóra, éjjel május 1-e. Ma 100 éve született Rejk Judit, a galéria egyik legfontosabb művész, akit képviselünk, és akivel együtt dolgoztunk, és dolgozni fogunk a jövőben. Ez a kiállítás azért speciális, mert Juditnak a főiskola után, és a főiskolán volt egy nagyon speciális szűk baráti köré, aki úgy hívták magukat a négy apostol. Együtt voltak Olaszországban 2 évig, 47-48-ban együtt állítottak ki, és nagyon jó barátok lettek. Ez a négy művész, mindenki próbált diszidálni, Juditnak 50-ben sikerült, Bíró haza se jött, Póldi és Zugor 50-ben próbált elhagyni az országot, de elkapták őket határon, és 1 évet ültek. Zugor 56-ban ment ki New Yorkba, Póldi itt maradt, mint tűtművész, a másik 3 művész tiltott művész volt, és nem is nagyon lehetett róluk hallani elég sokáig. Ez a kiállítási anyag azért érdekes, mert Juditnak ezek a művei soha nem voltak Magyarországon kiállítva. Egy-két kép kivételével, vagy hát az autóstop kivételével soha nem volt látható. Póldinak is 2 képe van itt, 3, ami ki volt állítva, a többi az soha nem. A Zugor művek New Yorkban voltak, a Bíró is magángyűjteményben, tehát ez 47-48 után, amikor az akadémián Rómába kiállították, azóta a kiállításon soha nem szerepeltek, és nagyon nagy szeretettel megköszönöm azoknak a rokonoknak, barátoknak, akik ezeket a képeket 75-ig őrizték, hogy most bemutassuk a galériába, és talán visszakerüljön ez a négy elveszett művész a magyar művészet történetben, ami nagyon fontos lenne. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és akkor átadom a szót, aki a négy művészről többet fog mesélni, Hídvégi Áronnak, akinek amúgy is kötődése van ezekhez a művészekhez. Nagymamája testvérével hagyta el Judit Magyarországot 1950-ben, és a nagymamája nagyon jó barátja volt Póld is. Ő ismerte a négy apostolt, meg ezt a tágabb baráti kört is, úgyhogy remélem, hogy megosztott. Kedves barátaink, szeretettel köszöntöm Önöket a Kálmán Maklári Fine Arts galériában Rejgő Judit és barátai című kiállítás megnyitóján, Rejgő Judit 100. születésnapján. Amikor majd 20 évvel ezelőtt Maklári Kálmán megismerte Rejgő Juditot és Juditon keresztül a barátokat, Zugor Sándort, Bíró Antalt és Póldit is, fontosnak tartotta, hogy az ő hagyatékukat is ápolja. Így ismerkedett meg Dávid Katalinnal, aki ma 99 éves és történetesen a nagymamám. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy beszélhetek ezekről a művészekről, akik közül Rejk Juditot és Böhm Póldit személyesen is ismerhettem. Ez a kép, ami itt elől látható, ez az olaszországi várost ábrázoló színes Póldi kép, ez nagymamám nappaliában lógott. Egy időben édesapám papagájt is tartott a lakásban, amit emberségből néha kiengedett a kalitkából, és a röptetések alkalmával Lóri az mindig erre a képre ült megpihenni, és a csőrével elfogyasztotta a keretnek egy részét. A kiállítás egy művészettörténeti kuriózum. A négy apostol, vagyis Rejgő Judit, Bíró Antal, Bömlipót Póldi és Zugor Sándor korai műveit mutatja be, amelyek jellemzően 1947-48-ban készültek, amikor a művészek ösztöndíjasként éltek Olaszországban. Beszédemnek azt a címet adtam, hogy utazás és hazatérés. Rejgő és barátai patrónusuk, a Római Magyar Akadémia igazgatója, Kardos Tibor támogatásával juthattak ki Rómába, a háborút követően szegénység, éhezés és több hónapos kényszerű várakozás után. Lengyel Balázs így emlékezett. Rómában voltunk, annyi bezártság és rémség után, a hidak nélküli, összerombolt Budapest után. A világot akartuk, az egész világot nyelni, magunkba tömni, fuldokló hevesen. Minden részletekben ízlelni, de az egész földgömböt, ha lehetne, bekebelezve. Közös életünk csúcs pillanata volt ez, a mindent vágyó, ígérő ifjúságé. Kardos küldetésének érezte teret adni a legtehetségesebb művészeknek.
a magyar kultúra egyfajta szellemi epicentrumát hozta létre Rómában. Ő ragasztotta a művészekre a római ösztöndíjasok jelzőt is, a minőség fémjelét. Természetesen más festők is meghívást kaptak, többek között Hantai Simon és felesége Zsuzsa, ám ők rövidesen tovább utaztak Párizsba. Az akadémia nem csak képzőművészeknek biztosított lehetőséget az alkotó munkához, de költőknek is. Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes és Vörös Sándor is az intézet vendége volt. Utóbb Vörös keserédes versben Zugor Sanyinak idézte fel a római időt és eltűnő barátait. Egyszer jártunk Rómában, lépdeltünk nem rózsában, utaztunk nem bárkában, a Pantheon árkában. Velünk volt Rejgő Judit, már azóta nincsen itt, és elszelelt a bíró, minden jogát kibíró. Itt maradtunk Zugorom, öreg sáros patakon, a bolthajtás ránk borul, és kinevet cudarul. Ha kinevet nevetünk, idehaza jobb nekünk. 1948-ban a négy apostol közül hárman jöttek haza Rómából. Bíró Antal Párizsba disszidált. Ő már a főiskola előtt elsajátította a képzőművészeti technikákat, és Párizsban élt, ahol karikatúrákból tartotta fenn magát. 1940-ben hazajött és beiratkozott a képzőművészeti főiskolára, ahol Szőnyi István tanítványa, majd Poldival együtt tanársegédje lett. Lírai absztrakt munkáiról vált ismerté, leghíresebb gyűjtője Charlotte Bergman volt, Bergman gyűjteményből a Wikipédia három festőt említ név szerint, Bracken, Chagall, as well as Antal bíró. Térjünk vissza a római ösztöndíjasokhoz. 1947-ben Judit és Zugor 25 évesek, Poldi 32, bíró pedig 41. A második világháború után a kommunizmus első éveinél járunk, amikor a külföldi utazás kivételnek számított. Az előzményekhez tartozik, hogy a szőnyi tanítványok elsősorban a magyar festészeten edződtek, és mivel akkoriban restaurálták a csontvári képeket, alkotásaikon erőteljesen megjelenik ez a hatás is. Böhm Poldi utolsó vacsora című képe ennek a korszaknak főműve. Itt látható kiállítva. Az utazás a művészek életében sorsfordító jelentőségű volt. Életükben most tanulmányozhatták először az itáliai festészet remek műveit, Giottót, Masaccio-t vagy Michelangelo műveit. Páratlan technikai tudással rögzített rajzok, vázlatok, skiccek őrzik a rácsodálkozás pillanatait. Mivel szegények voltak, inkább vízfestékkel dolgoztak, az akvarell technika sajátossága, hogy nem lehet hibázni, átfestésre nincs lehetőség. Bravúros technikai tudásuk, a szerény eszközök és a kisebb formátum ellenére átütő erővel hat a nézőre. A római vakáció mindegyik művész életében fordulópont. Itáliában fogalmazódott meg bennük, hogy minden áron el kell hagyniuk Magyarországot. Rejgl, Bíró, Zugor és Poldi számára a Róma által megtestesített szabad világ, az alkotó munka elengedhetetlen feltételének tűnt. Csak egy szabad világban lesz esélyed a saját életed mesterévé válni és megtalálni önmagad. Bíró már Rómából disszidált, a többiek viszont hazatértek, elsősorban ápolásra szoruló szüleik miatt. Hármójuk közül Judit disszidált elsőként 1950-ben. Őt követte Poldi és Zugor, akik lebuktak és rövid időre börtönbe kerültek. Zugor Sándor végül 1956-ban emigrált az USA-ba, New Yorkban textiltervezőként dolgozott és csak titokban festett. A rejtőzködő életmű kincseiből láthatunk most néhány darabot. Zugor zárkózott személyiségében feltalálhatjuk a tipikus vízöntő tulajdonságokat, ahogy Baktai Ervin jellemzi a jegy szülötteit, a vízöntő otthon van minden tevékenységben, ahol új, meglepő utakat kell törni, ahol új vívmányokat kell létrehozni vagy felhasználni. Örül a kötetlenségnek, a szabad térnek, a határtalanságnak, lerombolja a gátakat, az útjában álló sorompókat. Nem tűri a köteléket, önálló és független. Ez a kötetlenség a színekben válik egyértelművé. A David Hockney műveiben is fellelhető színes szabadság világa elevenedik meg Zugor pompás akvarelljein.
Ha egyetlen szóban kellene összefoglalni, hogy mi köti össze ezt a négy karaktert, akkor az a szabadság lehetne. A szabadságvágy feltétlen tisztelete, amit Bíró Antal késői visszaemlékezésében a madár metaforájával írt körül, és amit olyan mesterien ábrázolt a kikötőben várakozó hajókkal. Judit számára a szabadság szerelemmel párosult. Olaszországban ismerte meg a szintén művész Betty Andersont, élete végéig társát. Betty Henry Moore tanítványa volt. A kiállításon szereplő, férfit és nőt ábrázoló kép kettejük portréja. Reig Judit korai főművén, az autostoppal Ferrara és Ravenna között című olajképen Betty, Judit és Poldi láthatók. Akik olvasták a Dávid Katalinnal készült interjút a Maklári által kiadott Műgyűjtők harmadik kötetében, tudják, hogy a legemlékezetesebb anekdotákban főszereplőink mesztelenül, szó szerint kell érteni, jártak-keltek, és így kerültek komikus helyzetekbe. Azzal az apró különbséggel, hogy Bírót vörös szakálla miatt ördögnek, Juditot fenséges alakja miatt görög istennőnek hitték. Barátságukat örökre a szabadság megélése tartotta össze. A fiatal művészek életében a római ösztöndíj a tanulmányok, kísérletek, inspirációk meghatározó időszakát jelentette. A sors Reig Juditot, Zugor Sándort és Bíró Antalt az expresszionizmus a modern absztrakt irányzatok felé terelte. A belső szabadságban való kiteljesedést csak jóval később élhették meg. Poldi volt a kivétel. Rá egészen másként hatott Itália, mint a többiekre. Bár ő is szeretett volna disszidálni, valójában a befogadó baráti társaság szeretetére vágyott. Jellemző történet, amikor a baráti körhöz tartozó művészettörténész Dávid Katalinhoz becsengetnek, egy kollégája hozza a hírt, hogy pár hónapja még a Via Giulián látta Poldit, most meg a Veszprémi börtön udvarán készül május 1-ére. Poldi karaktere a halaké, a határtalan ember szereteté. Mindannyian testvérek vagyunk. Reggő Judit baráti társaságából csak Poldi és a művészettörténész Dávid Katalin maradtak itthon. Nagymamám nővére, Dávid Tisza, szintén a képzőművészeti főiskolán végzett, és Judittal együtt disszidált 1950-ben. New Yorkban élt, és rajzfilmes berkekben a szakma élő legendájaként tisztelték. Az ő portréja is ki van állítva, amit Reigő Judit készített. Nagymamám, aki megszállott Róma rajongó, maga is gyakran megfordult a Római Akadémia, vagyis a Palazzo Falconieri vendéglakásaiban, vagy ahogy becézte a Via Giulia egyben. Ez Róma szíve, a szomszédban van a Campo de Fiori piac és a Palazzo Farnese, a Caracalla termáiból származó két hatalmas fürdőkádból átdizájnolt szökőkúttal. A kiállításon több képen is láthatjuk ezeket az ikonikus helyszíneket. A különböző képzőművészeti ágak közül kétség kívül a festészet a legnehezebb műfaj. A festészettel ugyanis vissza kell adni, nem csak a látványt, de a többi érzékszervvel befogadott ingert is. A hangokat, az illatokat, ízeket és az érzelmeket. A képen rögzíteni kell és előhívni a memóriánkból, ami utána továbbhat, új emlék lesz belőle. A képek vándorolnak, gyűjtőkhöz, otthonokba, néha még múzeumokba is, és amikor a művész már kilépett a földi életből, a festmény tovább él és újabb emberek életébe lép be. A festőművésznek az üzenetet közvetíteni kell újfajta módon. Valahogy úgy, ahogy Szent György Albert mondta, látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt. Ugyanazt látták, de mindenkinél más kapott hangsúlyt. Juditnál a szerelem, Bírónál az elvágyódás, Zugornál a színek, Poldinál pedig a belső szabadság, hogy a hétköznapi dolgokban is meglássuk a szépet. Poldi szocializmus alatt festett csendéleteiben is ugyanaz a naív kedvesség, vagy inkább így mondom, tisztaság és szeretet él tovább, amit ifjúkori itáliai képein oly zseniálisan megörökített. Néhány éve így búcsúzott Dávid Katalin Reig Judittól. Bizonyos vagyok abban, hogy az isteni irgalmasság mindannyiótokat befogadott az országába. Antallal, Simonnal, Zugorral, Poldival, Szőnyi Mesterrel és a többiekkel. Tudom, ismét száguldozol, de már az égben.
együtt Bettivel és Poldival. Boldogan és fiatalon, mint a 40-es évek végén, Ferrara és Ravenna között Itáliában. Poldikám sája és szakálla lobognak az égben. Kitézett vége. Regő Judit és barátai a világot indultak felfedezni Itáliába, ahol a háború után minden újból a szépségről és az élet elpusztíthatatlanságáról szólt. Megértésük és tudásuk páratlan dokumentációja is ez a kiállítás. A megértés és tudás, amit megszereztek, nem csak a művészetükre volt hatással, de az élethez való hozzáállásukat is megváltoztatta. Mi pedig, látogatók, eltűnődünk. Ha képet választunk, barátokat is választunk magunknak. Köszönöm a figyelmet. Ezennel megnyitjuk ezt a tárlatot. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien eljöttek ilyen gyönyörű, fantasztikus május 1-i napon, Judit születésnapján. A kiállítás május 26-áig látogatható, hétköznapokon 10 és 18 óra között. Visszavárjuk Önöket.